1998 óta ott van minden VB döntőn. Orbán Viktor szereti a focit. Vasárnap Moszkvában Horvátországnak szurkolt Franciaország ellen. Korábban úgy fogalmazott, hogy a horvátok sikerében egy kicsit Magyarország is benne van, hiszen ugyanahoz a futballkultúrához tartozunk. Azért ez mégiscsak a mi kutyánk kölyke. A miniszterelnök a döntő előtt a Nemzeti Sportnak nyilatkozott. Azt mondta, nagy a lemaradásunk, de nem mozgunk más dimenzióban. Senki nem tud olyan okot, olyan érvet mondani, ami lehetetlenné tenni, hogy a magyar futball utolérje a horvátot. Egyelőre a FIFA szerint is nagy a különbség. A horvát válogatott jelenleg a 20., a magyar az 51. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján, és sikeres VB szereplése miatt Horvátország várhatóan még előbbre lép. 2016-ban az egész ország és egy kicsit a világ is elhitte, hogy a magyar foci feltámadt. A válogatott csoport elsőként jutott az Európa-bajnokság 8. döntőjébe, ahol viszont a belga válogatott megállította. Azóta sem jönnek az eredmények, pedig a kormányon nem múlik a siker. Közpénzből épülnek stadionok, az állam milliárdokkal támogatja az MLS-t, a népszerűbb klubok dúskálnak az úgynevezett TAO pénzekben. Csak ebből, vagyis a cégek társasági adó felajánlásából 2011 óta idén februárig 163 milliárd forint közpénz áramlott a magyar fociba. De több 100 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be a csapatok a pénzt szétosztó szövetséghez. A csapatok közül a legtöbbet a miniszterelnök által alapított Felcsúti Futball Akadémia kapta. A TAO támogatáson felül pedig már eddig is 100 milliárdokat költött az állam stadionépítésekre. A szocialisták szerint ez mind ablakon kidobott pénz. Elmondta a horvát csapat edzője, hogy stadionjuk sincsen. Nem ezen múlik. Ha valaki tud játszani, akkor ki fog jutni a VB-re. Mi nem jutottunk ki. Hiába öntik bele a milliárdokat, és a jövő évi költségvetésben is több mint 100 milliárd forint van betervezve. Hollik István szerint azonban a foci sokkal többről szól, mint csapatok küzdelméről. A kormánypárti politikus a Facebookon azt írta a tegnapi mérkőzés előtt, hogy a világbajnoki döntőnek Európa jövője szempontjából is fontos üzenete lehet, hiszen egy bevándorló ország játszik egy nemzeti identitására büszke keresztény országgal. Ő már csak ezért is a horvátoknak szurkolt, nem Franciaországnak.